10 órakor érkezett a riasztása a katasztrófavédelem ügyeletességhez, hogy tűz ütött ki a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán, ahol égnek a díszletek, egy ember pedig mentésre szorul, hiszen benrekedt a lángok között. 3 gépjármű fecskendővel, egy magasból mentővel és egy vízszállítóval összesen 18 tűzoltó indult a Szabadság térre, hogy eloltsák a tüzet. A lánglovagok ekkor még nem sejtették, hogy próbaoltásról van szó, hiszen a nyíregyházi hivatásos tűzoltók parancsnoka ezt előre nem árult el a legénységnek. A parancsnoki ellenőrző gyakorlat ugyanis szerepelt a szervezet éves képzési tervében. A próbavonulás célja volt, hogy a tűzoltók felmérjék a felújított Váci Mihály Kulturális Központban egy esetlegesen keletkező, valós tűz esetén hogyan tudnak beavatkozni az új tűzvédelmi szempontok betartása mellett. A lánglovagok a kiérkezés után nem sokkal végrehajtották a feladatot. A gyakorlatot megfelelően értékeltem, a C-szolgálati csoport szabályosan, a szabályoknak megfelelően alakiasan végrehajtotta dinamikusan a gyakorlatot, elég hamar megtalálták a felderítés során a kimentendő személyt, több oldalra avatkoztak be a szabályzatunknak megfelelően, 2 oldalról 4 darab C-sugárral és 1 darab vízágyúval. A gyakorlatot megfelelően értékeltem. A parancsnok azt mondta, a Váci Mihály Kulturális Központ átalakítása során az épület északi oldalára 2 tűzlépcső került, amely egy esetleges katasztrófa esetén arra szolgál, hogy az épületben bent lévők minél hamarabb el tudják hagyni a házat. Mindezek mellett egy úgynevezett sprinklerrendszer gondoskodik a biztonságról, amely már egy kezdetleges tűz esetén is beavatkozik, önmagától megkezdi a szükséges oltást. A tűzoltóknak az épületen kívül és belül is fali tűzcsapok biztosítják a vízellátást. A nyíregyházi hivatásos tűzoltóparancsnokság rendszeresen tart próbaoltást olyan épületekben, amelyek újak vagy átalakítottak, esetleg nagyobb tömeg befogadására alkalmasak annak érdekében, hogy egy éles riasztás esetén a lánglovagok a legnagyobb hatékonysággal oldják meg a rájuk váró feladatokat.